Ennél jobb érzés az embernek ne legyen. Egy Tour de Paris hátán vagyok most. Tamara lovagolta, szépen le is ment. És most bóklászok vele, ez volt a kérésem, hogy hazamehetnék a kis Cilukával, és elballogok egy 20 percet, 15 percet. Kész csókom. Istenem. Becsúgyam. Na jó. Elkezdek bóklázgatni vele haza. Jön itt két lány, egy agár kutyával, hogy a szintetikus pályát lehetne használni. És hát mondom, hogy jön a telepvezető mindjárt le. Csak nem ön volt overdose trénere. Na, mondom, igen, de itt van egy másik overdose, az anyja szentit. Igen, az is én voltam, meg ez is hála annak a Jóistennek. A Jóisten egy-két dolgot megad az embernek. Az egy hét derbit is talán. Mindegy, beképzeltségből mondom különben. Jó van, Cilukám. De inkább az ő fejét nézzük. Bóklászunk, elmegyek vele össze-vissza, kimegyek a kastélyba, mi úton, jobbra-balra. Ilyen kis sétácska. Jó van. Jó van, papóca. Jó fej különben. Hát, most mondják, overdose-ot nem sokszor lovagoltam, azért kétszer-háromszor vagy négyszer ültem rajta. Tudod, a parin többször. Valahogy így hozta az élet. Voltam vele terepecskén, voltam vele kicsi korába. Valahogy így volt olyan hangulatom, és felültem rá, és elbokláztunk. Jó, kicsit itt a segge neki, amit lehet látni. Lapockálja a lábam. Hí! A kurva anyját neki, nem bírtam lecsapni, papikám. Nagy bögő volt. Na jó. Merre megyünk kicsikén? Erre? Jó, mehetünk. Menjünk. Nem, olyan jó fejlő intelligens. És viccelek ilyenne. Jó van, apus. Cegut hazaviszem. Tamarának van még a nyírbuska. Aztán van még a... Ja, Rú Krisztin is a szíszekret, aztán kész, ennyi. Ennyi a mai. De hát ezt nem tudja valaki elképzelni, hogy milyen érzés, nem hogy ilyen lovon, eleve egy lovon így ülni. Az ennyi szentét. Jó, gyönyörű. Büszke a puci, hogy rajtad ülhet, igen. És ez hülyeség, hogy így mondja az ember, tényleg büszke az ember. Ilyen lóhátán ülni. Minden lóhátán ülni egy büszkeség, aztán vannak ilyen kis lépcsők, aztán még azt mondom, hogy jaj, még nagyobb büszkeség. Viszont lerakom a telecsit, azt megyünk tovább.